Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Április 6-a van Bíborka és Vilmos névnapja. 531 éve e napon hunyt el Mátyás király. 1941-ben a náci Németország légitámadást indított a jugoszláv királyság ellen. 125 éve megkezdődött az első újkori nyári olimpia Athénban. 1667-ben pedig földrengés rázta meg Dubrovnikot, amelyben szinte majdnem az egész város elpusztult. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. A szerb államfő is felvette a koronavírus elleni védőoltást. Alexander Vučić a Sinopharm vakcinát kapta Rudna Glavan. Újabb rendkívüli oltakozási lehetőség Szerbiában. Előzetes bejelentkezés nélkül bárki felveheti a kínai vakcinát. Akkor lehetséges részleges nyitás, ha minél több ember felveszi a védőoltást, nyilatkozta médiaházunknak Pásztor István. Idén is elfagyott a sárga barack java az északbácskai homokvidék gyümölcsöseiben. ...4398 koronavírus fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában Szerbiában. 18233 tesztet végeztek el. Az elmúlt napon a hivatalos adatok szerint 40-en haltak meg a kór szövődményeiben. A halottak száma ezzel 5537-re emelkedett. Lélegeztetőgépen 271-en vannak. Belgrádban mára 1000 alá esett a napi új fertőzés szám. Az elmúlt 24 órában 962 esetet regisztráltak a szerb fővárosban. A második helyen Újvidék áll 280 új beteggel. Ez nagy ugrás tegnaphoz képest, hétfőn ugyanis még csak 144 fertőzöttet azonosítottak Újvidéken. Felvette Alexander Vučić a koronavírus elleni védőoltást a Majdanpekhez tartozó Rudna Glava településen a helyi egészségházban. A vakcinációt alapos egészségügyi vizsgálat előzte meg. A szerb államfő mindenkit arra kért, hogy vegye fel a védőoltást. Mint mondta, Szerbiában van elegendő oltóanyag, így tömeges oltás zajlik. Az ország összes városában és községében pedig előzetes bejelentkezés nélkül is felvehető a vakcina. A kínai Sinopharm által gyártott oltóanyag első dózisát kapta meg Alexander Vučić. Az oltópontról elégedetten távozott. A szerb államfő hónapok óta készült a vakcina felvételére. Mint mondta, azt várta, hogy 1 millió szerbiai lakos megkapja az oltás mindkét dózisát. Arra kérte a lakosságot, hogy oltassák be magukat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kínai Sinopharm oltóanyaga mellett 106 ezer Pfizer vakcina is érkezett az országba. Vrednih i važnih ljudi izgubili u ovoj pandemiji, što se brže vakcinišemo, to ćemo više života spasiti. A szerb államfő a Sputnik V vakcina szerbiai gyártása kapcsán elmondta, hogy a napokban kiderülhet, hogy a Torlak intézet mikor állítja elő az első adagot. Vučić a tervek szerint 3 hét múlva Szerbia déli részén kapja meg a második vakcinát. Tehát, mint ahogyan azt az imént is hallották, előzetes bejelentkezés nélkül veheti fel a lakosság a koronavírus elleni vakcinát Szerbia több oltópontján is ma délután 14 órától. Újvidéken a Vásár területén, Szabadkán pedig a Kumicsit utcai oltóponton van erre lehetőség. Az illetékesek arra kérik az oltakozókat, hogy a kötelező járványügyi előírások betartása mellett várakozzanak az oltóponton. Szabadkán azoknak a tömeges oltása, akik még nem regisztráltak, vagy pedig regisztráltak, de még nem kaptak időpontot, kedden valamivel 14 óra után kezdődött a kijelölt szabadkai oltóponton. Már egy órával korábban tömegesen kezdtek gyülekezni az érdekeltek. A vakcinát bárki felveheti, aki elmúlt 18 éves. A kínai Sinopharm védőoltását adják be egyébként az érintetteknek. Az 55 éves palicsi Nyers Attila az elsők között érkezett. Február végén már regisztrált, de még nem került sorra, mivel nem tartozik a veszélyeztetettek, vagy az elsőbséget élvezők kategóriájába sem.
Azért veszem fel a vakcinát, mert felelősséget tartozok az embertársaim iránt, a családom iránt, a barátaim, az anyukám iránt, aki idősebb, és tudom pontosan, hogy ennek a vége csak akkor lesz, hogyha az immunizáció tényleg meghaladja a 60-70%-ot az embereknek, és akkor előbb-utóbb ez a vírus megszűnik. Dr. Dusica Trajkovics, a Szabadkai Egészségház általános orvosa elmondta, a rendkívüli tömeges oltásra érkezők is bizonylatot kapnak az első vakcinadag felvételéről. Az ovu namenu je dobijen kontingent od 1800 vakcina, Sinopharm je u pitanju, tako da se osobe bez prijavljivanja, bez ograničenja uzrasta, znači mogu prijaviti, to jest doći, danas, sutra i preko sutra, odnosno utorak, sreda i četvrtak. Također se očekuje da se ta vakcinacija nastavi u toku sledeće nedelje, od utorka najverovatnije. Akik a mostani rendkívüli oltási folyamat során felveszik a vakcinát, 21 nap múlva értesítést kapnak a második dózis beadásáról. Holnaptól újraindulhatnak az üzletek és a szolgáltatások Magyarországon, jelentette be Orbán Viktor közösségi oldalán, miután a beoltottak száma meghaladta 2,5 milliót. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy járványügyi intézkedések továbbra is lesznek. A lakosságtól azt kérte, ezeket tartsák be. Az intézkedéseket külön nem részletezte, de ezekről már korábban is szó volt. Tehát az üzletek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva. Négyzetméter alapú szabályok mentén átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben. Kinyithatnak továbbá a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók is. A vírus háborút indított ellenünk, és az egyetlen győzelemmel kecsegtető fegyver a vakcina. Egy hónap alatt 2,5-szeresére növeltük a beoltottak számát. Ezért holnaptól nyithatnak az üzletek, és újraindulhatnak a szolgáltatások, járványügyi intézkedések lesznek. Kérem önöket, ezeket tartsák be. Az oltást folytatjuk hasonló tempóban. Az orvosok és az ápolók munkáját köszönöm, a magyar embereket pedig arra kérem, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást. Magyarország lehet, Magyarország lesz az az európai ország, ahol a leggyorsabban jut vakcina mindenkinek. Nekünk minden élet számít. 1890 az új koronavírus fertőzött egy nap alatt Magyarországon, és elhunyt 170 beteg. 12.007 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik az oltás Magyarországon is. Akkor lehetséges részleges nyitás, ha minél több ember felveszi a védőoltást, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában Pásztor István. A VMS elnöke elmondta, hogy véleménye szerint hamarosan szabadabb élete lehet azoknak, akik megkapták a védőoltást, és erről igazolásuk is van. A szerb-magyar határátlépés szabályairól is beszélt. Kiemelte, hogy a két ország között érvényben maradtak az eddigi szabályozások. Más országokból történő beutazás esetében azonban szigorítás történt, tette hozzá Pásztor István. Ez a mintegy 40%-os átoltottság is eredményekhez vezetett, és egy fokozatos nyitásnak a lehetőségét meg fogja teremteni. Én bizakodó vagyok mindenféle. Mondta az oltakozással kapcsolatban Pásztor István. A VMS elnöke a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában kiemelte, hogy reményei szerint a pravoszláv húsvét után tovább benyúlhatnak a szigorítások, és lassan visszatérhet minden a régi kerékvágásba. Elmondta, hogy a nyáimmunitást júniusig nem biztos, hogy elérjük az országban, mégis folytatni kell az oltakozást, mert a védőoltás az egyetlen módja a vírus visszaszorításának. Én azt szeretném, hogyha valamikor a nyártól vissza tudnánk térni az eredeti tempóba, az eredeti megszokott menetbe. Ez különösen mondjuk a kültéri rendezvényekre kell, hogy érvényes legyen, vagy azok vonatkozásába várja el az ember nagyobb bizonyossággal. Ez a vásárokra vonatkozik, a különböző közösségi összejövetelekre vonatkozik. Szerintem ebbe az irányba haladunk, és azt remélem, hogy ez így fog lenni. Pásztor István a védőoltásokkal kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy ugyan senkit sem lehet rákényszeríteni arra, hogy felvegye a vakcinát, de senkinek sincs joga saját mulasztásával veszélyeztetni másokat.
Elmondta, hogy véleménye szerint hamarosan könnyebb lesz a mozgás és az élet azok számára, akik felvették a védőoltást. A határátlépés szabályairól is beszélt, kiemelte, hogy a szerb-magyar átkelők vonatkozásában nem történt változás. Továbbra is életben marad az, ami eddig volt, tehát az ingázók, az ott tanulók szabadon jöhetnek, mehetnek, a többiek pedig 30 kilométeres sávban, Magyarországon 30 kilométeres sávban, 24 óra alatt elmenve és visszajöve egészen szabadon, mindenféle karantén és mindenféle PCR-teszt kötelezettség nélkül, és remélem, hogy ettől csak jobb fog lenni. Pásztor István elmondta ugyanakkor, hogy a más országokból történő beutazást illetően szigorítás történt. Ez azt jelenti, hogy azoknak, akik mondjuk Ausztriából vagy Németországból érkeznek, kötelező a két negatív PCR-teszt vagy a 10 napos karantén. Már több mint 3000 magyar kanizsa községbeli polgár vette fel a koronavírus elleni védőoltást, közülük 1750-en már a második adagot is felvették. A mai napon további 250 községbeli polgár kapta meg a Sinopharm első dózisát. A községben hamarosan bejelentkezés nélkül is felvehető lesz majd a vakcina. Hogy mikor, arról a későbbiekben értesítik a nyilvánosságot. Többen is várakoztak a koronavírus elleni védőoltásra kedden kora délután Magyarkanizsán. A horgosi horvát Krisztián már hetekkel ezelőtt jelentkezett az oltásra. Elmondta, bármelyik oltóanyag megfelelt volna neki. Félek, hogy hazaviszem a betegséget, vagy elkapom a betegséget, és ezért szeretnék védett lenni ellene, vagy pedig valamilyen szintű védettséget élvezni. Illetve a másik szempont az utazás, mivel hogy hallottam, hogy lehet, hogy lesz erről szó, hogy Magyarországra vagy valamelyik országba kérni fogják a vakcinaigazolást. Az oromi Hangya Csaba is épp a védőoltásra várakozott. Elmondta, hogy családtagjai kivétel nélkül jelentkeztek az oltásra, és többen már fel is vették azt. Főleg az idősebb korosztály miatt szeretném felvenni, ugye nagyszülők, szüleim miatt, de persze magam miatt is. Meg szeretném óvni ezzel magamat, a családomat és a többiet, környezetet. A hét folyamán 50 terepi oltást is elvégeznek majd a község területén. A Magyarkanizsai Egészségház hamarosan 950 adag oltóanyagot is kap, így nem sokára bejelentkezés nélkül is felvehető lesz az oltás Magyarkanizsa községben. Mindenféleképpen ezt ki fogjuk reklámozni, melyik napokon fogjuk bírni persze ezeket a pácienseket fogadni, kerülve az, hogy tömeges legyen a védőoltás punkton az emberek létszáma, mert ugye be kell tartanunk a szabályokat, de mindenféleképpen meg fogjuk szervezni, hogy az emberek el tudjanak jutni. Tehát azok is fel tudják venni, akik nem tudtak esetleg az EU-provált bejelentkezni. Az igazgató hozzátette, hogy információik szerint a község területén egyetlen beoltott személy sem tapasztalt komoly mellékhatásokat a koronavírus elleni védőoltás felvétele után. Jó tempóban halad az immunizáció Szerbiában, mondta Vickó Ferenc közügyek című műsorunkban. Az egészségügyi államtitkár hangsúlyozta, ahhoz, hogy visszatérjen a régi életünk, a populáció 70%-ának fel kell vennie az oltást. Mint mondta, nem lehet pontosan megjósolni, hogy mikor érhető el ez a szám. Tudjuk, hogy körülbelül 650 000 bizonyított esetünk van Szerbiában, ezeknek egy része felvette a védőoltást is, úgyhogy nem lehet egyszerűen összeadni ezeket a számokat, hogy ott meglátnánk, hogy a populációnak az most körülbelül hány százaléka lenne, de hát szerintem ott vagyunk, hogy 20-21-2%-on biztos ott vagyunk már, ha nem is haladtuk meg. Ha 7 millióra számolunk, ez a 2011-es adat a népszámlálásról, akkor ezzel már lehet számolni, hogy körülbelül 5 milliónál, ha ott lennénk, én annak még az első dózissal is, mert tudjuk mindannyian, hogy már az első dózis után is kialakul valamilyen ellenálló képesség, valamilyen immunitás. Rendezvényszervezőket, vendéglátósokat, éjszakai bárokat, esküvői szalonokat tömörítő egyesületek jelentették be, hogy jövő hétfőn utcára vonulnak a szerb fővárosban. Ahogyan ők mondják, a túlélésükért. Az államtól pénzbeli segítséget kérnek, hogy legalább a felgyülemlett adósságaikat törleszteni tudják.
Bevételből alig, számlákból viszont egyre több van, mondja Boskó Bubanya, az Event Industria Egyesület képviselője. Szavai szerint a korlátozások több szolgáltatás munkáját lehetetlenítették el, és most a szerb államtól várnak pénzbeli segítséget. Hozzátette, ennek nagy részét úgyis az államnak fizetnék vissza. Követelik, hogy a járványhelyzet javulásával, még ha szabályozott körülmények között is, de újra elkezdhessenek dolgozni. Ako situacija bude kako treba, da nam se da datum u periodu koji je ispred nas, bliskom periodu od mjesec dana ili mjesec i pol dana, da nam se da datum kada ćemo moći da počnemo da radimo. Gradski zavod za javno zdravlje Beograda je izdao određene mere pod kojima event industrija može da radi. Zahtjevamo da krizni štab formalno pregleda te mere. Mi znamo da su oni neformalno to vidjeli i odobrili. Sada zahtjevamo da oni to formalno pogledaju i da nam na osnovu tih mera dozvole da radimo. A járványhelyzet kezdete óta az esküvői szalonok esetében például 85%-ot esett vissza a forgalom, mivel csak kevés lagzit szerveztek meg. Ennél is nehezebb az éjszakai klubok és bárok tulajdonosainak helyzete. A járulékokat, különböző adókat és a bérleti díjakat ugyanakkor rendszeresen kellene fizetniük. Egy éjszakai klub felgyülemlett adóssága jelenleg átlagosan 50 000 és 80 000 euró között mozog. Znači, mora da se uvede potpuni moratorij na bilo kakve naplate države, blokade računa i tome slično. Mora da se zabrani čak i privatnim rentijerima da izbacuju nekoga iz prostora dok se ovi naši pregovori koji se, nadam se, slede, ne završe. Mora da se spreči EPS da seče struju bilo kome ko se bavi ugostiteljskim poslom. Iz vrlo prosto razloga jer nemamo odakle da platimo. A járvány elején az államtól kapott segítség jól jött, de mostanra a legtöbb vendéglátós kilátástalan helyzetbe került, mondja Dario Prpić, a Szerbiai Vendéglátósok Egyesületének tagja. Mislili smo svi kao i vlada koja nam je obećala da će to sve kratko trajati, prihvatili smo ruku pomoći, međutim sada posle 13 mjeseci je nama to omča oko vrata. Zato mi pozivamo sve kuvare, sve konobare, sve distributere, sve saradnike u poslu jednog restorana i kafića da se pridruže u ponedeljak 12. na protestu i da zajedno pokušamo da dopremo do vlade kako bi nam pomogla i dala direktnu pomoć. Azt mondják, amennyiben az állam hétfőig nem mutat hajlandóságot a megsegítésükre, az egyesületek tagjai az utcára vonulnak, és a kormány épületénél tüntetnek majd. Hangsúlyozzák, békés tiltakozást szerveznek a járványügyi előírások betartásával. A résztvevőket arra kérték, viseljenek maszkot a tüntetésen. A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni. Oltassa be magát, regisztráljon! Euprava.gov.rs. Legyen újra régi az élet. Regisztráljon még ma az Eupraván. De megteheti a 0800-222-334-es telefonszámon reggel és este 8 óra között is. Csak a kellő számban beoltott ember képes eltüntetni a vírust. Regisztráljon a maga, a családja, szomszédai, ismerősei érdekében. És most nézzük, mi lesz még a híradóban. 86. életévében Belgrádban elhunyt Predrag Živković Tozovac, elismert népdalénekes. Gyalogjárda épül zent a forgalmas útszakaszán, valamint a játszótereket is felújítják. Nyolcvan évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött Belgrád bombázása, ezzel pedig a II. Világháború elérte Szerbiát, az akkori Jugoszláv királyságot. 84 harci repülő, mintegy 440 tonna bombát szórt a szerb fővárosra. A feljegyzések szerint Adolf Hitler személyesen döntött a légitámadásról, amely nagyszámú emberi áldozatot követelt és hatalmas anyagi kár keletkezett. A támadás a kora reggeli órákban kezdődött figyelmeztetés nélkül. Szerbiában minden évben számos megemlékezést tartanak az ártatlan civil áldozatokról. Katonai bemutatót tartottak Batajnicán a helyi katonai repülőtéren. Az eseményen fegyvereket, hadieszközöket és a szerb katonaság képességeit ismertették. Az eseményen részt vett Alekszandar Vučić szerb államfő és Nasser bin Hamad bin Isa al-Khalifa, a Behrajni király képviselője, aki kétnapos szerbiai látogatásra érkezett Belgrádba. A bemutatón a belügyminisztérium és a katonaság több száz tagja, mintegy 150 harci jármű és rendszer,
valamint több repülőgép volt jelen. A rendezvényen a különleges egységek és az ejtőernyősök is bemutatták tudásukat. 86. életévében Belgrádban elhunyt Predrag Živković Tozovac, elismert népdalénekes. Tozovac a koronavírus fertőzés következményeiben hunyt el kórházban. Az első dalait 1965. júniusában vette fel, a nyilvánosság figyelmét pedig az Ispod Lipe, Kraj Potoka című dalával keltette fel 1967-ben. Ugyanebben az évben 4 dalt is felvett Szilvána Armenulitjal. Nagy népszerűségre 1971-ben tett szert, amikor Mirjana című slágerével megnyerte az évdalai versenyt. Következő évben az Ocsi Jedne Zsene című dalával nyerte meg ugyanezt a megmérettetést, így bebiztosította magának a legnépszerűbb énekesnek járó elismerést. Életének 78. évében elhunyt Kemény József, a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület oszlopos tagja. Ifjú korától dolgozott a bukovinai székelyek hagyományainak megőrzésén és átörökítésén. Tagja volt a színjátszó csoportnak, majd később a Citera zenekarnak. 2007 óta a népdalkórus vezetőjeként Citera kísérettel színesítette a csoport fellépéseit. Megtanulta a székely varottasok készítését, amiért nemzetközi kiállításokon, rangos elismerésekben, nagymesteri díjban részesült. A Hertelendi falvi református egyházban is aktívan tevékenykedett, tagja volt a presbitériumnak és az egyházi kórusnak is. Kemény Józsefet április 8-án helyezik öröknyugalomra a Hertelendi falvi temetőben. Tizenhárom új pályázatot írt ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vállalkozók és munkanélküliek részére. Összesen több mint 18 ezer munkanélkülit kapcsolnak be a programba. Erre a célra összesen 5 milliárd 750 millió dinárt különítettek el, amelyből több mint 550 millió dinárt a fogyatékkal élőkre fordítanak. A pályázatok többsége november 30-áig áll nyitva. A fogyatékkal élők számára a kérelmek átadásának határideje december 31-e. A vállalkozók május 17-éig adhatják át. Részletes információk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat helyi fiók intézetében kapható, illetve a www.ns.gov.rs oldalon olvasható. Az 5 legdrágább szerbiai város közül 4 Vajdaságban található. Az összesítés szerint az első helyen Újvidék van, majd Nagybecskerek és Pancsova következik. Negyedik helyen Szabadka, még az ötödiken Belgrád szerepel. Újvidéken tavaly decemberben a fogyasztói kosár értéke 82 ezer dinár volt, ami 3900 dinárral több, mint amit egy belgrádi családnak kell fizetnie. Szabadkán egy háromtagú család fogyasztói kosara 79 ezer dinár tett ki. Ez valamivel kevesebb, mint a nagybecskereki és a pancsovai fogyasztói kosár értéke. A legolcsóbb városnak az adatok szerint Leszkovác számít, ahol a fogyasztói kosár értéke 64 ezer dinár. Több a lakosság biztonságát szavatoló infrastrukturális beruházás valósulhat meg idén Zenta községben. Gyalogjárda épül a község forgalmas szakaszán, valamint a játszótereket is felújítják. A zentai önkormányzat idei tervei között szerepel egy gyalogos járda kiépítése a népkert rész forgalmas szakaszán. A lakosok elégedettek, elmondták, régóta szükség volt erre. Ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartom, mivel most az utóbbi időben már nagyon sokan leköltöztek arra a részre, és nagyobb a forgalom is, és az, az igazság, hogy én nagyon sokat sétálok az unokámmal arra, és így biztonságosabbnak érzem azt, hogyha megépül ez a bicikliárda. Örülök ennek nagyon, elég nagy a forgalom, sok a gyalogos sportcsarnokba is mennek bicikli, a kerékpárra is. A városvezetés a beruházási munkálatokat még az idén megkezdi. A zentai hídlábnál található strandtól a halászcsárdáig egy erdőösvény kialakítását tervezik, amely a turizmusra is kedvezően hatna. Zenta község idén több infrastrukturális beruházást is előállított. Többek között a népkertben lévő itteni játszótér is meg fog újulni az ISO szabályoknak megfelelő feltételek mellett. A játszóterek rekonstrukciós munkálataira az önkormányzat közel 1,5 millió dinárt látott elő.
2019-ben lépett életbe Szerbiában egy új törvény, ami szabályozza a játszóterek kialakítását, illetve annak biztonságát írja elő. Rövid időn belül kellene ugye ezeket a játszótereket modernizálni, felújítani. Idén továbbá befejezik a Mikszáth Kálmán utca fennmaradó részének aszfaltozását. Ma markáns hidegfront érte el térségünket, akkor a reggeli órákban Vajdaságban helyenként havazott is. Délután Belgrádban is esett a hó. Holnapra azt jósolják, hogy a napos komoly felhős időben több helyen is kialakulhat elszórtan átmenetileg futószápor, húzzápor, néhol akár az ég is megdörrenhet. Erős helyenként viharos lesz a nyugati, északnyugati szél. Hajnalban akár mínusz 7 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Délután 9 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Idén is elfagyott a sárga barack kiava az északbácskai homokvidék gyümölcsöseiben, de cseresznyéből, szilvából, almából is kevesebb teremhet az éjszakai mínuszok miatt. Az almatermelők szempontjából a következő 2 hét lehet kritikus, mert minél jobban beindul a vegetáció, annál kevésbé lesz fagytűrő a gyümölcskezdemény. Így már a mínusz 1-2 fokos tavaszi fagy is árthat. Ami nem annyira van kinyíva. A szilvafákat nézegeti Somogyi János hajdújárási gazda. Már most látszik, hogy jelentős fagykár érte virágzásában a gyümölcsöt. Szépen megindultak a virágrügyek, de a látvány most szomorú. Épp amit ketté is vettünk, kettő mind a kettő el volt fagyva, másik kettő az épp volt és zöld, úgyhogy én nem azt mondom, hogy 50%-os fagykárunk van, de szerintem egy 25-30% az, ami biztos, hogy elfagyott már idáig. Úgyhogy de hát még most a napokban mondják, még csütörtökig is, én úgy néztem az előrejelzést, hogy lesz még egy fagy, úgy szérd a éckáró csütörtök reggelre, úgyhogy ez nagyon-nagyon nem fog jót tenni a virágoknak. A szilvafák közt most a szecskázás folyik, a lemetszett terebélyes gajjakat aprítják géppel, hogy permetezéskor könnyebben haladjanak a sorok közt. Az aprított gajjakat később bemunkálják a homokba. Közben a hajdújárási gyümölcstermelő a cseresznyefákat is szomorúan vizsgálgatja. A korai érésű cseresznyék, amelyeket május végén szoktak szüretelni, már alaposan megindultak a korábban magasabb hőmérsékleti értékek következtében, és emiatt komolyabb fagykár is keletkezett náluk. A bibék fekete színűek, ez azt jelenti, hogy megvannak fagyva, nagyjából 10-15%-os terméskiesésre már most számítani lehet. Az elfagyott virágokat mutatja a sárga barackfákon, királyhalmi gyümölcsösében Kovács András. Azt mondta, idén még csak mutatóban sem lesz kajszi, nemhogy lekvárnak vagy pálinkának. A virágot leveszed, annak barna közepe, és abban már sárga barack nem lesz. Van, amiket levettem, és akkor szétbontottam, na az még olyan zöld, de hát még az is kérdés, hogy megmarad-e. Most péntekre megint mondanak a nagyobb fagyot, ha még az tetőzik, akkor annak annyi. Berényi László királyhalmi termelő szerint az almát talán még nem érte fagykár. Ezek most zöld bimbós és piros bimbós állapotban vannak. Ilyenkor mínusz 5-6 fokig is kibírják a fagyot. Később, amikor már kezdenek virágozni, akkor viszont már sokkal érzékenyebbek. Tehát mínusz 1-2 foknál is már elfagyhat. Így a következő 1-2 hét lehet kritikus az alma számára, tette hozzá a gazda. Az őszi barack teljes pompájában virágzik, fajtától függően ott is lehetnek kisebb fagykárok, de ez egyelőre nem jelentős, mondják a termelők. Az elmúlt több mint 2 évtized erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült visszahozni a kihalás széléről az északi-szigeti kokaót. Új-Zéland egyik ikonikus madarát. Jelenleg 2000 költőpár élhet a titokzatos erdei madárból, míg a megúvásukra irányuló erőfeszítések kezdetén már csak mindössze 330 pár volt belőle. Az északi-szigeti kokakó populációjának újjáélesztését az 1990-es évek végén kezdték meg, amikorra mindössze 1000 példány maradt az északi-szigeten. Az intézkedések részét képezte a madarak áttelepítése, valamint az ismert természetes élőhelyeik megtisztítása a ragadozóktól. Noha az északi-szigeti kokakó esetében igazi sikertörténetet lehet elkönyvelni, a kokakók másik faját, a déli-szigeti kokakót 2013 óta feltehetőleg kihalt fajként tartják számon.
2-1 arányban veszített a TSC a Novi Pazar ellen idegenben. A topolyaiak a szerb labdarúgó Szuperliga 30. fordulójában maradtak alul ellenfelükkel szemben. Az első félidőben Bojica Nikcsevic góljával szerezte meg a vezetést a Novi Pazar csapata. A második félidőben tovább növelték elényüket Dusan Stojkovic révén. A TSC Sasa Tomanovic találatával szépített. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. A szerb államfő is felvette a koronavírus elleni védőoltást. Alexander Vučić a Sinopharm vakcinát kapta Rudna Glavan. Újabb rendkívüli oltakozási lehetőség Szerbiában. Előzetes bejelentkezés nélkül bárki felveheti a kínai vakcinát. Akkor lehetséges részleges nyitás, ha minél több ember felveszi a védőoltást, nyilatkozta médiaházunknak Pásztor István. Idén is elfagyott a sárga barack java az északbácskai homokvidék gyümölcsöseiben. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Szép estét kívánok, viszontlátásra!